elviszem ezt az autót egy olyan rendőrhöz, akitől egész Győr retteg. Azt hitted, kit lesz a téma, mi? Hát persze, hogy ő lesz! This is my new kipufogó, a Knight Rider autóra. Úgy hoztam kesztyűt és nem használom. Na, jó, nagyobb nem lett. A mai napot egy olyan edzéssel kezdjük, amelynek során és eredményeképpen nem csak én lehetek izmos a végén, hanem még maga az autóm is. Egy szóval feltesszük kitre az újonnan elkészült hátsó kipufogó dobot. Azt nem nézzük meg, hogy én mennyire lettem izmos ezáltal, viszont, hogy az autó hangja mennyire lett? Na azt igen! És mivel nyakunkon a tavasz, amit majd az új kipufogóval meg kittel a videó végén egy picit meg is próbálunk kiélvezni, melegszik az idő, a fehér designer munkás pulóverem, amitől Giorgio Armani forogna a sírjában, már túl melegnek minősül, ezért fel kellett öltenem a speciális lakatos egyenruhát kellemesebb időjárási körülmények között, ugyanis ebben szoktam a kocsi alatt henteregni. Múltkor jött egy olyan hozzászólás, hogy milyen szép sárgára festettem a betonpadlót, egyrészt. Nem csak a betonpadlót, hanem a szőnyeget is, másrészt a sárgába azóta került ilyen nagyon szép, selyemfekete, ilyen hemeráltos festék, ugyanis az új kipufogódobnak a végeit, ezek egyébként eredeti csövek, ezeket meghagytuk a régiből, szóval a végeket lefestettem ilyen szép selyemfeketére, mert szerintem jól néz ki, a fekete autóhoz jobban illik, mint hogyha szürke lett volna. Engedd meg, hogy bemutassam Knight Rider családunk legújabb tagját, ő az új kipufogódobunk. Légy szíves, ne tessék észrevenni, hogy nagyon poros a hátulja, ilyen kavicsos, kicsit földes úton mentem vele, jobb helyen is előfordul. A lényeg lent van! Mégpedig itt, ahol a kipufogó dobnak kellene lennie, de csak hűlt helyét találjuk, mint a mesébe. Ide csatlakozik, ez az a cső, ahova fel kell majd rögzíteni. Nagy dolog nincsen benne amúgy, mert erre a csőre felhúzzuk a kipufogó dob csövét, van egy bilincs, az fogja fel. Meg itt, látod ez a... olyan, mint a bőr. Lóg itt egy ilyen szalag, azon átmegy egy csavar, és ez a két dolog fogja fel az egész hátsó kipufogó dobot. Örülök, hogy elkészült a dob, mert kicsit untam már nélküle. Nem is az, hogy menő vagy nem menő, mert tényleg baromi jó hangja volt, de hosszú úton azért idegesítő volt. Nem annyira szerencsés dob nélkül közlekedni. Jó, sokat nem jártam velem. Hát egy 3-4 hónapra letettem, tehát novembertől márciusig abszolút nem közlekedett az autó, de azt vettem észre amúgy, hogy gyengébb is azóta, hogy nincsen rajta. Tehát nyomom, a hangja baromi nagy, persze megy, de nem úgy megy, ahogy régen, úgyhogy most már épp ideje, hogy feltegyük ide ezt a cuccost. Szemfülesek, ne írjátok meg, hogy folyik belőle az olaj, jó? Tudom, hogy olajfolt van a padlón, de kitnek itt az olajfolt fölött egy csomagtartója van, esetleg még följebb a csomagtartó fölött egy benzintank. Na most benzintankból sem olaj, sem biztosíték nem tud folyni, egyik sem ezé az autóé. Sok a rizsa! Jöjjön az új dob! Mielőtt betoljuk a kocsi alá, tolunk be egy gumiszőnyeget, elkarcoljuk már össze ezt a szép szürke kipufogó dobot. Magát a helyét mindössze úgy készítjük elő, hogy ezt a részt, ahova felcsúszik a másik cső, megcsiszoljuk, és kipufogó tömítő pasztával össze lesz jól maszatolva, ami megkeményedik és tömít, úgyhogy megakadályozza, hogy itt a két cső csatlakozásánál kifújjon, meg persze bilincsel is lesz rögzítve. Én nem tudom, neked mi jut róla eszedbe, de ez a tömítő pasztánk, ez kicsit úgy néz ki, mint a fogkrém. Hátra is be kéne férni. Kicsit gusztusra, nem úgy. Most, hogy a gumiszőnyege rajta van, innen már könnyebben tudom csúsztatni. Nem cseszem le az alját. Na, még egy picit. És hát, most vagyunk nagyjából ott, ahol kellene lennünk. Jaj, de hülye vagyok, a bilincset meg elfelejtettem. Látod, én sem mindig figyelek oda. Tovább nem megy. És figyelj, ez már most megtartja. A maradék paszta leugrik. Látod, ez itt még mennyire lóg? Itt kéne lennie fönn. Furcsa ez a megoldás egyébként, hogy egy kaszniho rögzített ilyen gumi, bőr és szövetnek a keveréke, tehát egy ilyen szalag fogja fel. Ide jön egy csavar, ami aztán beugrik ebbe a furadba.
Az van, hogy ez a csavar ez szerintem nem gyári, ugyanis túl rövid. Éppen, hogy beletekerem, de például a menet már nem indul el, úgyhogy simán kiesik abból a felfogató szalagból. Hopp! Ah! Na lássuk. Egyszer. Elkapja? Elkapta! Megvan a menet. Elcseszt ennek. Nem itt kívül kéne lennie, hanem ott belül. Mondjuk el is van szakadva, úgyhogy szinte tök mindegy, de annak ott belül kell lenni. Hogy csináljam? Mivel ez darabokban van, azért mindegy, hogy berakom-e. Ilyenből szerintem rendelek egy újat. Ha nagyon akarok, még teszek anyát a másik oldalára. Hát ráteszem, ha már idehoztam, de amúgy nem kéne rá. Figyi, ez fönt van. Ez biztos, hogy jó. Na, ti, akik imádjátok a szerelős videókat, milyen a kulcs csörgésének a hangja? Utolsó simítások. Ez nem lötyög. Ez atombiztos, öregem. Most, hogy a munka kész, menjünk el, élvezzük gyümölcsét, az új kipufogót hallgatva, elviszlek, és megnézzük Győr legrettegettebb rendőrét. És ha a rendőrtől változatlan testi épséggel szabadulunk, akkor tavaszozunk egyet. Adódik a kérdés, milyen az új kipufogó dob menet közben? Hangosnak egyáltalán nem mondanám, az is hozzá tartozik, hogy ugye a T-rex ordításához hasonló előző állapothoz voltam szokva, amikor ugye nem volt rajta dob, és nem tudtam úgy elindulni az utcán, hogy ne kapta volna oda mindenki a fejét. Ahhoz képest, mintha nem is járna a motor, ki kell szállnom, még meg kell hallgatnom így kint, szabad térben, hogy hátul milyen hangja van. Én innen előről megmondom neked, nem veszek észre semmit. Tehát szerintem, mintha egy normál gyári dob lenne rajta. De ami nagyon fontos tényező, és menet közben azért ez talán még fontosabb, mint a hangja, jobban megy, jobban ugrik. Tehát gázadásra sokkal jobban reagál. Most városi forgalom olyan 40. Ha, ha. Jó, 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 jól megy, jól megy. You're so fine, oh lady. Let your body take control. A lehetőség adott rá, mert ezt a ProX-nél elmondták a srácok, hogy vissza lehet menni, és ki tudunk vele venni egy lamellát, akkor egy picivel hangosabb lesz. Hadd szokjam még egy kicsit. Nem tudom, hogy akarom-e, most tetszik így, hogy ilyen csendes. Most, hogy jövök egy ideje. Aha. Ég rá a paszta. Érzem a pasztát. Jó szaga nincs. Jöjjön az élő természetben lévő teszt. Isten bizony letöröltem, miután kicseréltem a kipufogót, és nézd meg, egy ilyen 8 kilométeres út után full por megint. Következzék akkor az élő természetben lévő külsős hangteszt, ami nem egy zárt garázsban van. Lássuk, így milyen a hangja. Hát a picit jobb. Hát én ezt a segmondom, hogy veled találkoztam. Mi lesz? Hát ez, ez. Nem hiszi el? Szórja magát. Mit szólna félhet, ha belenni a videóba? Megőrülne? Mi ez az ára? Ide jöttél fotózkodni, belekerülsz a szombati anyagba, ennyi, így jártál. Fogták fölött. Hozzá, mindegy. Á, hozzá is nyúlhatsz. Hozzá nyúlhatok? Persze. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Szívesen. Úgy. Nézd meg, hogy jó lett-e. Biztosan. Azt akkor tudunk csinálni másikat, ha úgy van. Most élmény volt, milyen jól megláttalak, de jó, hogy kijöttél. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Legyen szép napot. Szia, hello. Innen is üdvözlök mindenkit, aki megállt itt az autóval és közös fotót készítettünk. Egész nehezemre esett elmondani három összefüggő mondatot, de tanultam az esetből. Legközelebb azt kell csinálnom, hogyha megállok valahol videózni, nem szabad egy főút mellé mennem, mert meglátják a night rend számot, vagy oldalról a kocsit, lekanyarodnak, és ide jönnek. Nincsen vele semmi baj. Nagyon szívesen csináltam mindenkivel. Csak az idő szorít! Nincsenek hangja semmi! Most pedig veszem a bátorságot, és elviszem ezt az autót egy olyan rendőrhöz, akitől egész Győr retteg. Országos hír lett egy pár nappal ezelőtti esetből, amikor itt Győrben egy átgondolatlanul elhelyezett fekvőrendőr miatt leszakadt egy 10 éves autónak az olajteknője. Győrben egy fekvőrendőr levitte
egy autó alját. De valami 400 ezer forintos kára lett egyébként belőle, és én úgy tudom, hogy ott ez a közút, vagy nem tudom, azt mondták, hogy nem, ez tök szabályszerű ez a fekvőrendőr, semmi nincs ezzel. Mivel az én autóm elég lapos, meg nagy hunyorgással sportautónak is nevezhető, ezért úgy gondoltam, a Jogért és Igazságért Alapítvány vizsgálja ki az esetet, menjünk oda a helyszínre. De van keres. Jó reggelt, Mike. Halaszd el a megbízatásod, és gyere Győrbe. Lehető leggyorsabban. Itt már látszanak az olajnyomok. Szerencsétlen autó itt jött végig az út szélén. Hallottad ezt? Nekem is leírt. Na, Pajti, mit látsz? Az útburkolatot benzol, polivinil, klorid 56 és egyebek keveréke borítja vastagon. Az ormótlan beton szar jól megdobta a kocsit, ami aztán a fekvőrendőrről lejöve hova érkezett? Erre a csatorna fedélre. Ami egy hatalmas csattanással, hogy a lakók írtek rá, leszakította az autó alját. Az itt lakók szerint 6-7 esetben megtörtént már ugyanez, és ennek nyomait látod itt a csatorna fedélen is. Igen, szoktuk hallani, hogy jönnek és érkeznek. Ha jó, hogy lökhárító törik minden. Itt minden törik. Hány autónak a lökhárító, katalizátor, kipufogó nyomait látod itt? A fiatalember leállt ide oldalra, mert kapásból elfolyt az, látszik a nyoma is, az összes olaj kifolyt, elfolyt, ugye nem tudott tovább menni, aztán akkor itt nagyon dühöngött. A közútkezelő persze hárít, ők kipróbáltak Oktáviával, Golffal, lovaskocsival, na persze, gondolom kettővel mentetek egy személlyel. Mi van, ha ide jön egy autó, a megengedett 20-szal, és 4-en ülnek benne? Vagy ha egy gyárilag sportfutóműves autó, gyárilag... 1000 féle autótípus létezik különböző hasmagasságokkal. Nincs az az Isten, hogy ezen egyenesen átmész. És nem a sebességcsökkentés akaratával van a baj, mert ez egy családi házas rész, ne száguldozzanak. De ki döntötte el azt, hogy ide egy ilyen betonszar kell, ekkora, ebből kell vagy 4 darab, és figyelj, a csatorna fedél... ...130 centire van a csatorna fedél ennek a végétől. És a legnagyobb baj nem a fekvőrendőr ám, hanem hogy ez, a csatorna fedél is kiáll, itt a szint, és ez majdnem 2 centivel feljebb van, mint ez a szint. És maga ez a beton szar, a fekvőrendőr, a legmagasabb pontján van vagy 15 centi. Hallottad? Amit az előbb láttál, ott én körülbelül 2-vel mentem. Az utcában a megengedett sebesség 20. Mi van, hogyha arra a betoncucra, amire én 2-vel, valaki megérkezik 20-szal? Ez így biztos oké? A szomszéd utcában, egy utcával arrébb, egy teljesen másfajta fekvőrendőr van telepítve. Ne keresd az értelmet. Önmagában egy vicc, hogy a fekvőrendőrökről egy 1984-es szabály, 40 éves, rendelkezik, amely szabály ugyanakkor kimondja, hogy a megengedett sebességgel történő folyamatos haladást nem akadályozhatja. Ennek a szabályozásnak a fekvőrendőrök nagy része nem is tesz eleget, de persze ki is ellenőrizhetné. Csak te autósként, mint azt a példa is mutatja, még a megengedett sebességgel is megszívhatod. Nem létezik egységes szabályzás a témában, hogy éppen milyen fekvőrendőr kerüljön az útra, lehet az beton, gumi, csavarozó, tervezési segédlet van, ami viszont csak ajánlás, nem kötelez senkit semmire, mindig az adott önkormányzat dönti el, hogy éppen miért rak le. Óva intek mindenkit, aki félti az autóját, vigyázzatok a fekvőrendőrökkel, és egységes szabályzást akarunk! Végre itt van a tavasz! Lassan feléled a természet, már zöldülnek a fák, már nem sötétedik délután 4 órakor, és olyan 11-re már megteheted, hogy nem veszel kabátot, elég csak egy pulóver. Arra is jó ez a videózás, hogy rádöbbentett engem néhány dologra, most éppen például itt a tavasszal kapcsolatban. Az, hogy nem mindig az anyagi, mármint úgy anyagi, nem pénzbeli, hanem materiális, tehát hogy nem mindig az anyagi dolgokat kell értékelni, hanem észre kell venni azt is egyre jobban, mert ez a korral jár, ami nem kézzel fogható. Ilyen esetben a napsütést, a tavaszt. Semmi baj nincs abból, ha...
Egy órája nincs nálam telefon. Akkor kezdődött, amikor pár éve részt vettem egy videókészítést oktató külföldi tanfolyamon. Nem csak az, hogy angolul kellett videót készítenünk, hanem feladat az volt, hogy lehetőleg a semmiből próbáljunk meg egy érdekes videót összehozni, ezért őt nem akartam használni. Éppen abban az évben kaptam ajándékba a bicajt, és úgy gondoltam, elég semmit mondó, hogyha felülök a biciklire, és kitekerek az erdőbe. Oh! Oh man! Did you hear that? I hope it's not a bear. Amikor megálltam egy ilyen tisztáson, találtam egy régi, ezer éves borhat faházat, leültem egy padra, és nem volt nálam telefon, csak a bicaj volt velem, meg két kamera, elkezdtem nézegetni körbe, és néztem a fákat, a téli, de nagyon tiszta eget, picit sütött a nap is, és azóta egyre többször észreveszem, hogy igenis, tessék kimenni a szabadba, tessék szívni egyet a levegőből, itt a tavasz, érezd a frissen vágott fűillatát. Nézzél bele a napsütésbe, vedd észre azokat a dolgokat, amiket mindennaposnak gondolnál. A végén ezek lesznek az igazán szép és az igazán értékes dolgok, amikre majd tudsz emlékezni. A gazdag emberek előveszik hétvégén a Ferrarikat, a Lambókat, és elmennek a városba cirkálni egyet. Igaz, hogy az én Ferrarim hangos is, büdös is, meg lassú is, nekem mégis ő a szerelem.